Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Már összevesztek, már összevesztek. Majd mondom neked. Hagyd a francba az egészet, Feri, gyújts rá. Hagyd a francba az egészet, gyújts rá. A kutyafádat, gyere szív, elszívok a gyere, na. Egyébként te nagy Gábor mackó, gyere lesz azok, ha visszaszokom. Ez biztos. Gábor, te vagy az én emberem. Keresd fel hétvégén, szegődj a nyomába, idegesítsd föl. Hozott biopástétomat Gábor, Feri már ezen azonnal kiborul. De Ferinek egyébként tehát az elvei miatt van gondja velem, mert az íze egyébként tök finom, és hát ezt neki is el kell ismernie, hogy ez nem egy rossz. Szerintem ebben a Feri tudna veled vitatkozni. Figyelj, is nagyon jól tudod, hogy vannak olyan májkrémek is a forgalomban, olcsó májkrémek, amik... Mindenből van jó is, meg rossz is, igaz? Így van. De te mindig a prémium oldaláról közelíted meg a dolgokat. Nagyon finom, amit hozott a Gábor. Miért nem tudsz egy kicsit olyan lenni, mint én? Igénytelen. Úgy kezdve, másban igen, de ebben nem tudok, ne haragudj. Úgy kezdődik, hogy összetevők, sok víz. Tehát, hogy érted? Így indul. A sok ellen tiltakozom, a víz valóban ott van. Víz. A vizet adom, a víz valóban ott víz. Van. Az a pástétom, amit hozott a Gábor, az menő. Tipikusan azok közé tartozik, amikről, hogyha nem mondod meg, hogy nincs benne hús, akkor nem ismered fel. Én nekem nagyon, én imádom. Én nekem azért, Feri azért erősen ráncolja a szemüldökét. Ő megmondja. Simán megetetlek vele. Gábor, jó reggelt! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Azt hiszem, már a közepére is vágtunk. Egyébként a Párizs is úgy kezdődik, úgy, hogy víz, utána bőrkepor, szalonnapor. De nem eszünk szarokat, Gábor, ne húzz föl! Rajt tényleg! Feri! Tényleg már? Hagyd a francba az egészet, gyújts rá! Most! El vagy engedni, én leszek az ikaharágyú. Ez az érdekem. Balázs, megvédem a hajadat, hallottam. Kicsit olyanok vagyunk egyébként, hogy egy elég furi házi buliban, amikor mindenki a saját valóságán utazik, nem? És négy különböző valóságot mondunk, nem? És senki nem figyel a másikra. A Balázs időnként megriad. Nyújts rá felé! Bárhol tartunk, egy gyújts! Igen. Gábor mondja magáért, te nézed a vonaljegyet, hogy mi az érvényes a metrón, te ki vagy a pástétomon, tehát különböző valóságokban utazunk. Igen, mondjad, Gábor? Szóval tegnap, képzeljétek el, voltam Szlovákiában, elvittek egy onkológus, komoly szakember, orvos előadására, nem? Ja, azt hittem, hogy téged vizsgáltak. Nem, csak engem is érdekelnek más előadások, és arról beszélt a doktor úr, hogy különböző rákbetegségek, illetve stroke, szívinfarktus ellen, az egészséges jó táplálkozás, olajok, zsiradékok, magvak, tehát fantasztikus, úgyhogy most újult erővel vágok neki a mai székesfehérvári alkalomnak is. Úgyhogy azt gondolom, hogy van érdeklődés, és hát az a május, amit hoztam, azt gondolom, hogy az is. De most akkor még keményebben oda fogsz figyelni az étkezésre? Ez nekem megerősítés. Aha. Már Pompej kapcsán épp beszéltük Ferivel, hogy... Elbizonytalanodtál, nem? Tehát, hogy egy közben tud jönni azért egy vulkán kitörés időnként. Igen, tehát éppen Ferivel beszéltük, hogy azért ott ugye igazolták, hogy Ákos olvasta a hírekben, hogy kvázi húsmentesen éltek, ez nekem is új. De hát, ahogy Feri szokta mondani, ugye, de holnap előtt a villamos, aminek... Mégis oda lett minden. Na most Pompej végül is egészségesen élt, de nyilván van értelme az életnek ettől függetlenül. Minket nem fenyeget, ugye, vulkánkitörés, meg ilyesmi, úgyhogy érdemes. Meg villamosok vannak. Pompej romjai között azért találtak olyan épületet is, aminek a belső fal freskói megmutatták, hogy ha húst amúgy nem is emígyel, azért fogyasztottak. Bizonyám, én elég voltam rendes ott. Tehát, hogy azért az élet örömét nem vetették meg. Igen, szóval zajlanak a programok, és azt gondolom, hogy újra és újra meg kell erősíteni. De onnan te szemérmesen kifordulnál, Gábor, nem? Hát igen, lehetséges. És megyek ma fallabdázni. Na, egyedül! Szóljál, én mondtam, hogy elmegyek vele. Egyedül, úgyhogy köthetjük majd az időpontot. Kék egy pöcs, sárga két pöcs. Aki eddig kétszer megvert. Híros sok pöcs. De ma hadat üzentem neki. Igen. A kemény leszel. A hadüzenet esetedre mit jelent? Írtál neki egy nagyon komoly hangvételű SMS-t, vagy ráküldtél két szárnyas, májas pástétomot? Igen. Hát mondta, írta a Tamás nekem most, hogy csak te és én.
Húha, ez durva. Mire visszaérted neki, hogy tudom, nyugi popsiba nem megcsalás? Vagy mit? Ja, igen, nem. Ne izgulj, Tamás, ezt én is így gondolom. A pályán nem is az OSZ-ba elkaplak, kis kecsen. Egyébként jó derbiket játszunk, úgyhogy Balázs abszolút... Ott vagyok, szóljatok. Szóljatok. Annyira bírom, szóljunk, szívesen játszom. Ahogy mondod ezt a fallabdát, de tényleg egyszer így jönnél be, hogy ma is megyünk Campo edzésre. Ez tudom, hogy elmondta, sárga két pötty? A piros pöttyöt azt sárga nem mondom. Sárga egy pötty. Sárga egy pötty. Hát itt tartunk meg, igen. Sárga egy pötty. Sárga egy pötty. Lesz majd két pötty is. Piros kettő, mert van krémem rá, Jani. Ja, jó, hogy nem vagyok sárga. Neki sárga egy, neked piros sárga négy. Ez az alsógatyám, piros kettő mi? A labda, hogy milyen labdával játszom, mekkorát pattan a labda. Tehát van kék pötty, piros pötty, sárga pötty, a labda keménységét jelzi, tudsz változtatni a labda felpattanási ívén, attól függ, milyen labdát játszol. Profi vagy, kezdő vagy. Mekkorát pattanjon a labda. Lehetne egyfajta labda is, de abból nem tudnának annyi pénzt. Hát ez egy játék függő. Ez háromféle labda kell. Választod. És jól megy már? Ügyes vagy? Jó, szerintem. Rohangálsz, kis rövid nadrágodban, kis tornacipődben, olyan cuki lehetsz. Igen. Van kis fejpántot, csuklószorítod? Nem, az nincs. Nincs szemüveg? Igen, elképesztően. Nem hegeszt, kvassoljár védőszemüveg. Elképesztően kiizzaszt. Tegnap is voltam egy kedves lányjal. Na, tényleg? Ő sejtedző, képzeljétek el, sejtedző. Na jó, ne. A sejtedző is a nyalunk be. Egyesével? Mi az, hogy sejtedző? Ez mit jelent? Egészséges táplálkozás, testedzés, tánc, tehát tulajdonképpen egy olyan életstílust oktat a Viktória, amit elég sokan követnek egyre inkább, és boldogabbá teszi az emberek életét. Vannak tervei, az egészséges reggeli és egyebek. Megreggeliztetni az embereket, kezdetek egyébként van ilyen, és erősödik. Ki tudja, hogyha mi is erősítjük egy jó reggeli ajánlás, egy hajdélakásával, szóval. Jaj, de szeretlek. Jól van, hát akkor ma nyerje, ma nyerned kell. Nincs igyekszem, mese. Igyekszem, legközelebb beszámolok. Jó. Töröld fel bele a padlót, parkettát, követ, mi van ott? Parketta. Parketta. Hát testépítés, orvosi gyógymasszőr, tehát nehéz lesz, de igyekszem. Nem azt mondtam, hogy verd meg, vagy tét ki a karjait, győz lesz a pasban. Jó. Na, mit hoztál nekünk ma reggel, Gábor? Hát ezek a bizonyos italok, élvezeti cikkek, úgy hallottam már, említés került róla, ugye akár a tej, akár a kávé, a koffein tartalom italok, vörös bor, tehát azok a fajta, hát italok. Már a hangodban is ott volt a finom megvetés. A gyűlölet, vörös bor, kávé. Fúj! Mint ha azt mondtad volna, pedofil papok. Tény és való, hogy az a helyzet, hogy az elmúlt pár évben, évtizedben elindult egy olyan folyamat, hogy egyébként nem túl egészségesnek tartott italokról, ételekről szép lassan bebizonyítják, hogy az egészséges, sőt, ha rendszeresen nem fogyasztod, tulajdonképpen hamarabb meg is halsz. És én ennek a tendenciának nem örülök. De figyeljen a kávé. A kávéról hetente olvasok jó cikkeket és rossz cikkeket is. Igyál, mert jót tesz az agynak, vérbőséget okoz, ne igyál, érszükületet okoz, egészséget, ez van benne, az van benne. Ez nem ennyire bonyolult a kávéról elmondani, hogy ez most jó vagy nem, napi egy kávé egészséges, tovább élnek azok, akik kávét isznak, mert nem kapnak infarktus, ha sokat iszol, infarktus kapsz, az ember nem tudja. Nyilván isszuk, ettől függetlenül természetesen, de egy jó minőségi tiszta fekete kávéról például mit gondolsz, jó vagy nem jó? Szerintem hosszú távon nem jó. El is mondom, hogy miért, mert minden egyes kávéban, kávéfajtában találok hasznos anyagot. De az, hogy megemeli a pulzus számot, az, hogy a szívritmust befolyásolja, hát ez közismert. Na most koffein tartalmú italról szerintem, ahogy alkoholtartalmú italról is, szerintem nem állíthatjuk azt, hogy ez egészséges. Tehát veszélyesnek tartom egy társadalomban, hogyha koffein, tehát élvezeti cikket és alkoholtartalmazó italokat beállítunk, mint rendszeresen ajánlott élelmiszer. Nekem ez a problémám. De mikor hallottatok olyat, hogy mondjuk a homoktövisvelő rendszeres fogyasztása megelőzi mondjuk a szívinfarktust. Vagy különböző flavonok, áfonyalé, grapefruitlé, ananászlé, rákellenes hatású, vagy ugye antioxidáns hatású. Tehát alig vannak olyan infók, tehát ilyet nem hallotok. De azt, hogy a kávé jó, azt halljuk. Miért? Az egyik mögött óriási ugye lobby tevékenység van az egész világon, de kit érdekel az, hogy a reggeli citrus gyümölcsből készült könnyű ital epehajtó,
és az epekövesség jelentősen csökkenthető, ha reggel fogyasztasz mondjuk fél citromnak a levét vízzel összekevered, esetleg lúgos vízzel is elfogyasztod, ugye akkor az éjszakai besűrűsödött epek hitisztul. Ugye ez nem nagyon hír. Egyébként szerintem elképesztő, ha valaki látná, hogy ez mit okoz. De a kávé, ugye tudjuk, az éjgyomorra fogyasztott fekete kávé az epekövességet például okozhat, abszolút okozhat. Visszatérve a koffeinre, a koffein hatása és a kávé hatása nyelőcső, reflux probléma, gyomor probléma, vérnyomás kérdés, vérnyomás emelő és szívritmus probléma. De ha alacsony a vérnyomásom reggel, és ezt kicsit megemelem, az miért árt? Itt tennék különbséget, Balázs, a között, hogy valaki azért fogyasztja a kávét, mert jó ízű, megszokta, de amúgy az életben semmi problémája nincsen, csak jól esik kávézni. Szerintem neki más elfoglaltság után kéne nézni. És különbséget tennék a között, hogy valaki a kávét azért iszza, mert tudatosan alacsony a vérnyomása, és megszokta. Itt mondjuk azt a problémát látom, hogy annyira megszokja a kávét, hogy soha nem tud róla később leállni. De csak a koffeinben látod a problémát? És a kávéban lévő, hát a kávé fekete színét mi adja? A kávé fekete színét mi adja? A pörkölés. Igen. Hát egyébként és a pörkölés nem, a szakmában nem fekete a kávé, száraz persze. Hőhatás. Száraz hőhatás, ami azt jelenti, hogy ugye víz nélkül pörkölik nagy hőfokon, ugye ezáltal úgynevezett barnulási termék képződik, ezek egy része rákkeltő. Ugye erről a szakma ír, de hát ilyen mennyiségben napi egy vagy két kávé esetében ezt nem tartják problémának. Szerintem ezek mind összeadódó hatások. Egyébként van alacsonyabb koffeintartalmú kávéfajta, magasabb is van, el lehet dönteni. És ott most van a zöld kávé egyébként, és tudjátok, hogy vannak a lassan felszívódó koffeintartalmú növények, guarana például, amiből most már ugye gyártanak ilyen készítményeket, ami lassan felszívódik, és nem okozza hirtelen kávékoffein, hirtelen hatását. Uh-huh. Hogy ajánlott, hogy most felejtsük el azt szerintem, hogy akkor az emberek mondjanak le a kávéra, mi mindannyian imádunk kávézni. Hát igen, ez nagyon jó. Nem élek nélkül konkrétan, nekem kell egy nem reggel. Nem akarunk leszokni a kávézásról, hogy fogyasszuk a kávét ahhoz, hogy a legkevesebbet ártsunk vele magunknak. Szerintem ne éjgyomorra. Ne éjgyomorra. Az éjgyomorra fogyasztott fekete kávéról sokat beszéltem, most is elmondom, nem jó. A gyomor reggel nem kávéra vágyik. Egyébként és nem is tehén tejre. Ugye a kávé az na, hirtelen... tudtam, hogy szegény. De teljes kávésoknak most hagyjuk ki a mai adásból. Hallni. Teljes kávésok, véges. Most hagyjuk ki szegény tehenészeteket, tejterméggyártókat, tejforgalmazókat, kávé. De ha innom kell vala egy kávét, akkor igyek egy pohár langyos citromos vizet, és utána a kávét már az is jobb? Igen. Igen? Igen. Jó. Mondanám, hogy meg kéne enni a reggelit, hogy a reggeli elfoglalja a gyomor falat nyilván, a falat, és utána a megivott kávé nem érintkezik közvetlenül a gyomorral, hanem ugye rá csöpög tulajdonképpen az elfogyasztott reggelire. Ezáltal egy lassabb felszívódást hozunk létre, és sokkal kíméletesebb. Tehát a kávézást mondjuk így találták ki. Ugye amikor valaki mondjuk 10 óraira vagy a munkahelyére, 9-10 órakor iszza a kávét, akkor végül is ezt teszi, hogy főszabályként megreggelizett, és reggeli még a gyomrával, utána iszza a kávét, nyilván egészen más a hatása. Tehát együnk előtte. Mindenképpen. Egyébként egy kis zabkás, a kifejezetten beállítja. Há, mi van? De ezt most tényleg vagy azért mondom, mert a zabnak de van. Mi annyival ezt egy fél ország azért teszik zabot, mert elkezdtünk zabot enni. Úgyhogy erre és én egy pici cikóriát tennék a kávéhoz. Jó, azért szakmailag. Ne kérd a pofont. Szakmailag? Szakmailag. Ne hitogass a pofonos lálad. Az inulin miatt. Mondanám a csicsókaport is, de azt nyilván nem fogják beletenni. Egy pici kis, tehát egy késhegynyi cikória kávéport fekete kávéba téve lassulni fog a felszívó. Jó, nézzük az esti kis borozgatást. Tessék! Kicsi vörösbor esténként, nem sok, nem alkoholizálunk, de megjutalmazzuk magunkat a nap végén egy pohár vörösborral, oldani kell a stresszt, kicsit feszültek vagyunk, a gyerekek már alszanak. Jóféle kis üveget felpukkantunk, nem, Ferenc? Azt hittem lelkesedni fogsz. Én el akarok határolódni, én ki akarok menni ilyenkor. Júlcs rá, mondom, kimenőd van a megszállról, a francba hagyd az egész. Ebből nekem elegem van. Jó pár vörösbor, tessék. Egy deci jó. Egy jó deci vörösbor, viszont minden este. Az a helyzet, hogy az esti nagy vacsorák teljesítették el a vörösboros kultúrát, mivel az emberek szeretnek este jó zsírosat enni. És utána legurították a vörösbort, hogy ugye oldja a zsírt. És mivel, hogy a zsíros vacsorákat nem ajánljuk,
Ezért a vörösbor is tulajdonképpen hát okafogyottá. Nem mond már, hát azt olvas az ember, hogy vérképző, hogy tele van flavonoidokkal, hogy jó, hogy aki nem tudom, nincs elég vas a szervezetében, vérképző. Annyi jót olvas, egy jó minőségű félpoár tiszta vörösborról. Hát nézd, Balázs, jót olvas az ember. Kiveszem a hűtőből a cégtalevet és a sárgarépalevet, és 50-50%-ban erősebb vérképző. Na, itt van! Te nem tudok beírni a cékalétől. Hát én már, hogy a két gyerek végre lefekül, és azt mondja, hogy igen, Bali, most megérdemlek. Kedves, ez a te estéd. Felpukkantod a céklás üveget. Ez a te estéd. Felpukkantok egy vörös bort, és ott a lépcső, miközben még a Beninek mondom, hogy aludjon, kicsit rátöltök, megszimatolom. És egy fél óra múlva már sokkal jobb kedvem van. Hát ha ez se ihatom meg, mit ihatom meg? Megint rajta kap. Hát Megi, mit csinálsz? Céklázol! Takarolni állalodni! Azt csinálok, amit akarok, én keresem a pénzt! Direkt alát kérdezek, hogy jó-e a vörösbor, erre elárulsz, drága barátom, és azt mondod, hogy ez se? Hát mi marad? Szerintem tényleg ez, mi marad? Ez menekülés. Hát jó, de nézd, teszem be a saját problémáimmal. Hát, tudod, mennyi menekülni való van? Hát legalább egy fél pohár vörösbortság, ez kivel vagy? Este az ember menekül a fáradtságtól. Céklázni. Egy amúgy is fáradt. Balázs, estére, ha látnád a májadat, meg a hasnyálmirigyedet, ugye elég fáradt. Most annak még adsz egy pofont. Elküldöm őket aludni, és te iszom egy jó pohár vörösbor. Azt mondom, kicsi szerveim, most feküdjetek le, Bali, addig borozik egy kicsit. És iszom egy pohár vörösbor. Nem, mindig csinálj magad egy ultrahangot így vagy. Esték, megnézed a májamat, megnézem a vesét. Mitől fáradt? Hát nem eszem azért napközben rossz dolgokat, ne legyen fáradt. Tehát bírja ki azt a fél pohár vörösbort. Estig minden szervünk elfárad. Ugye a május reggelig piheni ki magát. Ihatok reggel most, akkor? Ha este vörösbort iszol, az a májnak úgy évfél hajnalig ugye elfoglalja a máj működését. Tehát is se unatkozik. Ajánlok esetleg egy kis piros szőlőmag olajat. Hogy rúgjak be a szőlőmagtól? Nem tudom. Erjed meg. Nekem kell az alkohol, meg kell az, hogy kicsit ellazuljak. Viki, hova dugtad a piros szőlőmagot a jalapnál? Nem akarom, tönkretezed a családot. Azt voltátok, hogy elvicceljétek ezt a nagyon komoly témát. Nem, tényleg érdekel. De akkor mit ír a szakirodalom, hogy jó, hogy egészséges, hogy vérképző, hogy vértisztító? A vörösbort nem az alkohol, meg a részegség miatt írják. Tehát van benne resveratrol. Resveratrol. Tele van rezveratrollal. Igen? Ugye, kicsit félek tőle, durva hangzik, jó vagy nem? Olyan, mint egy bolgár black metal zenekarnak a neve. A piros szőlő héja. Uh-huh. Egy jó tormás must. Hozok neked megint. Jó. Estére egy jó tormás must. És kérlek szépen, részegséget ugyan nem okoz, de kifejezetten erősíteni fog, és éjszakára mind a rezveratról, mind a torma hatóanyagai bejutnak a véredbe, és reggel olyan lesz rá, mint aki újjászületett. Igen. És azzal nem dolgozik a máj, ugye? Nem. És azzal semmi nem dolgozik. Nem, sőt, éjszaka annyira feloldja ugye, tehát a vér alakos elemeinél egy olyan a vörös vértesteket ugye távol tartja egymástól, tehát nincsen stroke, infarktus veszély. Ha hiszitek, hanem ugye éjszaka, nagyon sok ember kap Magyarországon szívinfarktus, csak nem látjuk, nem halljuk, mert éjszaka mentők nem szirénáznak. Nem is alszunk. De nagyon-nagyon sokan kapnak, nagyon sok embert visznek kórházba éjszaka, mert este bezsírosodik a vér. Most nyilván a vörösbor egy lehetőség, de én inkább másokkal élnék. Egyébként az alkohol hatására az idegrendszer nem pihen. Ugye tudjuk, hogy az alkohol az csak látszólag. Egy padon is elalszol. Az drogos alvás. Az drogos alvás. Ez is? Igen? Nem tudtam magamról. Nem, ez egy szakifejezés. Ugye, hogy nem, tehát nem alszik, tehát nincs mélyalvási fázisod alkohol, tehát erjedés hatása alatt. Aki teleszi magát, és erjedés nagy gyomorban, ugyanezt éli meg. És a cukros tej is ilyen enyhe. Tudtam megint, hagyd már békén a szerencsétlen tejtermékgyárt. Már vártam, hogy megint, már ez egy szakmai példa. Mi volt? Tej volt? Megint tej. Nem, figyelj. De szerintem most kaptál elég jó tanácsot. Már látom, hogy ő. Meg lehet peszket. Undorító rezveratról szagod van megint, Balázs. Este tejet egyébként ne? Ne. Reggel sem. Reggel. Én teljellenes vagyok, én ezt vállalom, és örülök, hogy ezt egy kereskedelmi rádióban ki lehet mondani, hogy nem lepődni. Kell annyi tejet inni, mint amennyire. Egyetek, amit akartok. Nem. Egyébként kell. A tehéntej este jobban hat, mint a reggel. Abszolút a triptofán tartalma révén, ugye a boldogsághormon szint, ugye este a tehéntej este jobban hat. Ettől független a tejről sokat beszéltünk, de reggel nem. Reggel nem. Álmosít, altat, tehát ugye enyhe ilyen tehát reggel itt a vörösbort, este az egy pár tejet. Ó,
És akkor sor, szépen az. Egyébként Feri, ezt meg akartam kérdezni, ez az, hogy nagyon sokan reggel... Ne beszélgess velem, nagyon szépen azt, hogy, kérlek. Azt, hogy te, igen? Hogy reggel az emberek pálinkával kezdenek. Ugye, hogy, ennek, hogy ez miért jó? Azért jó, mert jó lesz, szép lesz a napod, beindítod a kis szervezetedet, ráküldöd a pálinkára a kolbászt, aztán nagyon kulturáltan fogod, ide a fehér kenyeret teszed, a hüvelyk és a mutató ujjad közé, ide beszúrod a piros paprikát, vagy a hegyes erőset, ide a kolbászt, és egy pici csécsi szalonnát ide, aminek az a nagy előnye van, hogy délután még itt a zsírt meg tudod nyalni, és visszaidézed a reggeli. Na most ezt földolgozod, úgyhogy beágyazol a pálinkával alá, és már is indulhat a nap. Semmi bajod nem lesz. De ez fekély kezdeményünk az a gyomorban. Az biztos is. Dögöljek meg fekébe és izébe, sztrókba, hogy ilyen szarokat nem fog enni, amit mondasz. De ez nyelőcső és gyomor probléma. Tudod, de ideges. Ez gyulladásokat okozhat. Milyen gyulladás? Nincs begyulladva semmi. Mondd még, hát rágyújt. Hát elmegyek veled kasolni ingyen. Azt mondja a szak, hogy a reggeli pálinkázás hegesedést okoz a gyomorban, a hegek összenőnek 40 éves kor fölött, és rákbetegséget okozhatnak. De mit akkor fölmarja a gyomrot, azért okoz hegesedést? Csak a gyomorban azért nem alakul ki fekély. Mert utána szalonnával tombi. És kávézik is, és én láttam tejet indi. Fúj! Ezt a szemét állatot, te áruló vagy! Beköptél! Más, azok az emberek, akik szerintem reggelente pálinkával nyitnak, azok nem lesznek gyomorfekélyesek, tudod? Mert ők nem pörögnek ezen. Ők élik a kis életüket, normálisan esznek olyan élelmiszert, ami felismerhető. Jó, de azért azt ne írjuk el, hogy naponta bevesz reggel egy felest, azért az egészséges, tehát azért ezt nem állítjuk, nem? Nem mondtam, csak példának okáért a falusi kultúrában, igen. Ahonnan én jövök a parasztok közül, előtte megisznak egy pálinkát, viszont nem esznek rossz ételt, nem esznek hát, műételt, rendes ételt esznek, ami fölismerhető, érted, de disznó formájú volt. Ha nem iszok, Lajos, ez nem a te traktorod. Lajos, az a combot nem a disznó, már megint combot szúrtad magad. Jó, ilyen is van természetesen, tehát ők másként élik az életüket, nekem nem lesz gyomorfekélye, mert nem pörög azon, hogy az amaránt magját honnan a persze, összetett dolog a fekély, lelki eredetű is, persze, stressz egy csomó minden. És az ilyen emberek nem isszák meg az erőturmixokat például? Te úgy vernének Gábor. Arcon téged egy ilyen erőturmix. Gábor, aratás előtt egy jó erőturmix? Ide vagyok, ne akart megveretni magad. Figyelj! Srácok, egész napos banános erőturmix hajlinával. Kísérletet neki, a Gábort elviszem valamikor vidékre, hónom alá fognak hozol egy ilyen erőturmix szettet, érted? Kiállunk a falu közepére, és akkor kipróbáljuk, hogy Hajdirakása, erőturmix. Hozzá homoktövis levet, és ez egy picit ilyen... Ilyen pánika iszthat neki. Kivilláznom egy jó erőturmix. Előtte, közben utána. Imádni fog meg. Csinálunk egy pálinkás kontrollcsoportot, és csinálunk egy erőturmix. Nagyon jó. És meddig kéne erőturmixot? Két hétig. Nincs ember, akit találsz erre, két hétig erőturmixot így jön. Na, ez jó. Ennyire durva ez? Nem, tehogyis. Akkor mi marad? Igyom a céklalevemet a lépcsőn ülve, várva, amíg a gyerek elalszik, belekeseredve egy kis káposztalébe, és azt gondolom, hogy nem marad, tényleg nem marad semmi. Tényleg nincs már egy pohár vörösbor sem, amit megérdemelne Bali este, hogy letette a két gyereket, harcolt egész nap, szülői értekezletben volt tegnap, hát nem, semmi. Nem. Hazaérünk, elmegyünk futni. Ez a legelső. Elmegyünk futni. A futás hozza létre azt az endorfin, szerotonin mechanizmust, ami túltesz egy pohár vörösboron. Kellemesen elfáradsz, veszel egy forró fürdőt. De előtte egy valaki közös nyújtás. Nyújtás, forró fürdő, egy közös forró fürdő. Masszírozás. Hát, könnyű masszázs. Ez két gyerekkel azért ezt így. Aztán szájból szájba. Resveratról. És nincs vörösbor. Jó. Zöldséglevek lehetnek este? Lehetnek. Zöldséglevek abszolút nyugtatnak. Egy kis paradicsomlé is lehet. Ezek mind hasznosak. Egy kis gyömbért el tudsz majszolni. Istenem, és estére citromfű teja, agavészirup. A citromfű teja körülbelül fél literhez hozza létre azt a nyugodtságot, amit egy vörösbor nem adhat meg, és az drogos alvás nem okoz, sőt, mély alvást okoz. Na már láttam holnap. Balázs drogozik. Igen, te vagy a kontrollcsoport. Balázs drogosan tud csak elaludni. És reggel, ha nem kelsz fel rögtön, akkor a szembogaradba egy kis erős pista.
Ebbe dörzsöléssel. Csináld már két hétig ezt, amit most elmondott a Gábor. Legyen ezt az életmódot, hogy, hogy reggel amaránt magos izé, zapkása. Legyek én a kontrollcsoport. Igen, és akkor de este... megtolod a csécsit, meg az erős papírját, meg a pálaszt. Így van, és kis akkor... létszám a kontrollcsoport. Csak semmit, csak kíváncsi vagyok rá. Ettől a haj is gyorsabban nő, mert... Szilícium. Most mondtad ki a lényeg. Megvagy, megvagy az élemerem. Te olyan vagy, mint Hofia. Mondat végig mindig ott a poét, tessék. De a köles és a hajdina az hajnövesztő, ezt tudjuk. Jó, december végére állítsa össze nekem egy ilyen köles hajdina, zapkása, amaránt, kását, minden, mert két hónap alatt vissza akarom kapni a hajamat. Bedőlgölő tinturát, fürdőt, hajszett, mindent csinálj nekem, hogy egy hónap alatt visszanőjön a hajam. Jó van, Gábor, szeretünk, imádunk, fontos dolgok ezek, nyilván mindenki úgy él, ahogy akar, meg azt hiszi, én azt gondolom, hogy ezekről jó beszélni. Ha csak néhány ember egy-két fontos kis információ magot ebből kicsipegetett, utána olvas, elolvassa, akkor természetesen már jó. Aztán van, aki szalonnázik, van, aki vörösborozik, van, aki teázik, mindenki tényleg azt csinál, amit akar, fontos ezekről beszélni. Aztán de, az ember de ne csodálkozz el rajta, Gábor, hogyha egyszer megtalálnak majd egy dőkúdba belevarva egy tehénbe. Igen, jó. Jövő héten nem vagy, két hetente leszel ezen túl, ezt mondjuk el a mi kis hallgatóinknak. Igen, most kihúztam egy fát, hogy kihúzom a jófán. Rohadtul berágtam, én veled voltam, én toltam ezt a rovatot, együtt keltettük életre, de vége, jövő héten nem jössz. Nem, két hetente leszel majd, mert lesz egy váltótársad. Méghozzá az a hölgy, aki volt már itt nálunk, és szenzációs dolgokat mond, egy kicsit másról, egy kicsit másképpen. Antal Valinak hívják, szerintem sokan ismerik őt. Illatszerek, kozmetikumok, szappanok, tusfürdők, fogkrémek. Hát lesz információ bőven. Nem kaja, de lesz rémisztő majd abban, amit mond. Na, most már nem is fürdhettem. A fürdésről le tudunk mondani. Tudjátok, az én egyik nem is a mozgató rúgom az, hogy hívjuk az emberek figyelmét arra, ami körülöttünk zajlik a nagyvilágban, mi van a tusfürdőben, mi van a szappanban, mivel mérgeznek bennünket a fogkrémekben, mit használjunk, mit ne használjunk, milyen kozmetikumok a nők, milyen szörnyűségeket kennek magukra. Úgyhogy jövő héten ő jön, Gábor, te pedig akkor két hetente. Rendben, jó? Oké, rendben. Mit reggeliztél? Kivettem a mélyhűtőből egy kis fagyasztott bogyós gyümölcsöt. Kint hagytam egy 20-30 percig, majd összetud mixolt, mert ebből lett egy ilyen gyümölcskása. Aztán meggondoltad magad és visszatette. Nem fagyasztunk vissza. Igen, gyümölcskása. Igen. Ehhez banán turmixoltam, és köles és hajdina pejhet tettem hozzá. Egy kis édesítéssel, most egy kis stéviát kevertem bele, és egy kis zapejhet. A turmixokhoz lehet köles hajdina pehelye banán turmixol? Abszolút lehet. Miért jó? Némi energia. Ugye a gyümölcs az elég savanyú anyag, nem savas, de savanyú anyag, és ezek pufferolják, mellette ugye a gabonában lévő értékes komponensek, ugye bőr, köröm, haj, emésztőrendszer, rostok ott vannak, tehát a gyümölcsöket ezért keverjük különböző kis gabonákkal, de most ilyen gluténmentes volt. Egy kis zabonyuk ment hozzá, és ezt elkortyoltam. Ez egy nagyon sűrű, ezt rágni kell, nagyon sűrű anyag lesz, és ez egy ilyen energiadrink volt reggelre. Hú, ezt nem pedig aerobikoztál az Ave Mária-ra, gondolom. Nem? Ez a fallabdára készülés. Jól van. Már én nagyon szeretlek továbbra, és Gábor, köszönjük, hogy itt voltál. Két hét múlva akkor köszönöm, találkozunk. Háromnegyed kilenc van, pontosan, szép reggelt mindenkinek, itt vagyunk, folytatjuk a Morning Show-t a Klasszon, Gáborral beszélgettünk. Azzal, ővele. És igen. Én még folytattam ki, nagyon kérlek téged, hogy áruld el nekem, te régóta ismered ezt a fiút. Mi volt az a törés az életében, ami ezt csinálta vele? Tehát kidobták a szülei gyerekkorában? Vagy mi, beleesett egy belelépett egy disznót rágyás vödörbe? Vagy egy te fölrúgott egy teljes csöbrön gyerekkorában? Biztos, hogy ennél sokkal szörnyűbb. Mondta neki az anyukája, hogy hát akkor menj és tegyél a sertés alá, elment, csak andisznók voltak, három ráadásul, és hát az anya hallotta a fura hangokat, de nem ment ki benne. Szegény Gábor, három kandisznó volt. Egyedül van. Szörnyű magukat műveltek velük azok a malacok. Nekem egyszer elmondta, hogy hallgatni is szörnyű volt. Igen, volt róla audio felvétel. Figyelj, nem... Szóval, hogy más. De hát nem ettől jó. Nem ettől jó. Igen. Műsor, én mindig azt mondom, hogy egy kicsit a műsorvezető személyiség által behozza az ő világlátását. Hát én se úgy élek, mint Gábor. Én nagyon szeretem őt, nagyon kedvelem. Tehát ő egy teljesen... Ő nem e világ. Én róla mindig ezt mondom. Drága Gábor, ő nem e világ. Ufau. De legyen csak két jó info, tudod, amit az ember így felcsippent, és zabot teszik, vagy ad a gyereknek.
Igen, nem vagyok benne biztos, hogy ez az erő turmix nem működne azoknál, akik komoly fizikai munkát végeznek. Tehát nem csak a zsírban és a húsban van, ezért ezek az a növényi fehérje legalább annyira fontos, sőt tudom, olyan fontos lenne, mint az állati fehérje. Csak hát az ember erre van rá, vagy szocializálódott 30 éve ezt teszi, azt hiszi, hogy ebből van az erő, ezt szereted, ez ízlik. Nem biztos, hogy az rosszabb, csak fura nyilván, hogy ő növényi dolgokat mond. Meg növényi dolgokról beszél. Azt mondja, hogy a sajtól rosszul van, és dumáltunk, érted? Hogy kikérdeztük itt a Janival ezt a tejmizériát, és mondta, hogy de hogy ő például joghurtot javasolja mindenkinek, mert abban nincs a mit, olyan micsoda, a kazein, vagy nem tudom, mit mondott már. És kérdeztem, nézd, hogy sosem Gábor úgy kell a sajtokat, azt mondja, hogy nem bírom meg, de megszagolni nem bírom. Rosszul vagyok tőle. Hogy ezért, nem szeretem. Igen, ezért kérdeztem, hogy mi lehet egy gyerekkorában a törés, de most már, hogy elmondtad, jövő héttől másképp állok a Gábor rovatához. Nem tudom. Figyelj, ha mértékletesen csinálsz, akkor minden jöhet. Szerintem hát nem ez a lényeg, hogy kicsit ez, kicsit az. Egy nagyon egyoldalú, és csak húz, csak tejtermék, csak sajt, milyen felbúl a szervezet. Ha nagyon egyoldalú, hogy csak vegyesen, mag, meg tessék? Ha nagyon egyoldalú, hogy csak mag, meg csak növény, az jó. De ha nagyon egyoldalú, mert csak azt, kolbász, akkor az a rossz. Azt többször bebizonyították már azért a táplálkozásban, vannak nagyon jó könyvek, hogy azért a feldolgozott élelmiszerek, a szénhidrátok, a cukrok, az egyoldalúan csak hús táplálkozás sokkal egészségtelen, mint ha mondjuk nem eszel húst és csak növényi dolgokat. Tehát csak a növényi dolgokról még sose bizonyosodott be, hogy rossz. Például, ha csak húst eszel, akkor azt tudjuk azért, hogy az rossz. Tehát van abban igazság, amit ő mond, de ő egy véglet. Tehát, hogy nem egyértelmű. Teljes, abszolút véglet. Hát semmiféle állati fehérjét nem eszik. Semmit. Abszolút semmit nem eszik. Hát tudom. Azért ezt kevesen tudják megcsinálni. Kevesen tudnak így élni. De hát legyen két jó dolog, amit elmondsz. Meg az ő érvelés is, tehát hogyha hozzafele ellenérveket, nyilván tudna már rá valamit mondani, mert nagy tudású ember, de hogy például ott vannak a kaukázusi népek, húson és tejen élnek gyakorlatilag. Nincs más. És nézd meg az átlag életkorukat. Hát nem a 60 év, a jellemző rájuk. Igen, és nem lefelé megy, fogadjunk. Bizonyám. Az a baj, hogy szerintem ez ennél sokkal összetettebb. Tehát valószínű, hogy viszont nem biztos, hogy jobban esznek, sőt az is lehet, hogy mondjuk a hús és a tej az mondjuk nekünk európai népeknek rosszabb lenne. Csak te még stresszelsz is, van egy csomó pszichoszomatikus betegséged, ott a genetika, ott vannak az öröklött dolgok, ott vannak a hajlamok, lásd rák vagy cukorbetegség. Hát azért, ha a családban a felmenők között volt, sajnos az bebizonyított tény, hogy genetikailag azért veszélyeztetettebb, vagy mondjuk nézzünk egy cukorbetegséget, egy rákot. Tiszta vizet isznek, nem stresszelnek annyit, nem veszik magukat körbe, különböző kütyükkel, nincs elektroszmog, nem kap gyomorfekét, mert nem ideges, más a stressz, nem fialt így van. Jó, vagy nem adott elég tejet a tehén. Te már birkákat téli legelőn is hallottad egyre közelebbről, hogy hau! Tehát azért igen, a természeti népek nyilván sokkal nyugodtabbak, hát mi mindenféle kapcsolatot elvesztettünk a természettel, nem stresszelsz, rosszul leszel, próbálsz jó lenni, egy csomó környezeti hatás van, rossz a víz, amit iszol, ha nem tisztított vizet iszol, rossz a kaja, amit megeszel, hát én nem gondolnám, hogy ezek a népek egyébként antibiotikumok adnak az állatnak, hozamfokozót adnak az állatnak, telenyomják gyógyszerekkel, úgy etetik a csirkeiket, ahogy mi etetjük a csirkeinket, hát szóval, hogy itt azért ez több összetevő, mint hogy a húsos egészséges vagy nem egészséges, ez több mindenről szól. Hát ott náluk minden milyen bio, az a hús, amit te meg, így van, milyen nem, az nincs a... is ilyen fogalom, hogy bio, mert minden nem, az. Mi az, hogy nem bio? Elképednék szerintem, ami valójában tudnánk, és tényleg tisztában lennénk azzal, hogy valójában mi mit eszünk meg itthon Magyarországon. Egy-egy étterembe hús címszó alatt, vagy bolba, vagy egy sima csirkemel, nem? Feri? Ez így igaz. Szóval, hogy mitől sárga az a csirkemel, hogy ezt mitől ekkora, hogy megsütöd, megveszed a fél kilót egyébként. 30 deka lesz, mert fölpumpálták vízzel, vízmegkötők vannak benne, színezékek vannak benne. Szóval, hogy na, így aztán ehhez így te egészségesen, pont 40 évesen kapsz majd rákot, mert szóval nehéz. Sok mindenből tevődik ez össze. Na de azt mondd meg, hogy akkor összejöjjünk, és este egy kisgatyában megnézzünk egy jó terapatrikot, és aztán felpukkantunk, vagy közben egy jó céklás üveget. Nézd, ha én veled egyszer terapatrikot nézek, ott vörösbort fogunk inni itt. És nem keveset. És egész biztos, hogy nem keveset, igen. Cékla. Bulizzál már céklára. Ja, édesem, hát ő így bulizik. Én őt kicsit ezért szeretem, igen. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.